Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Kedves fivéreim és nővéreim, jó napot kívánok! Il sinodo dei vescovi sulla famiglia appena celebrato è stata la prima tappa. A püspökök szinódusa a családról, amelyet nemrég tartottunk, egy út első szakasza volt, amely jövő októberben fog céljához érni, befejeződni egy másik nagy összejövetellel, amelynek az lesz a témája, a család hivatása és küldetése az egyházban és a világban. Imával és reflexióval kell kísérni ezt az utat, és ez az imádság és reflexió Isten egész népét bevonja ebbe az útba. Azt szeretném, hogyha szerdai általános kihallgatások szokásos elmékedései is beilleszkednének ebbe a közös útba. Ezért döntöttem úgy, hogy veletek együtt ebben az évben a családról fogok elmélkedni, erről a nagy ajándékról, amelyet az Úr adott a világnak kezdettől fogva, amikor Ádámra és Évára azt a küldetést bízta, hogy sokasodjanak és töltsék be a Földet. És ez egy olyan ajándék, amelyet Jézus megerősített és megpecsételt evangéliumában. Karácsony közelsége jól megvilágítja ezt a misztériumot. Isten fia, Isten fiának a megtestesülése egy új kezdetet nyit az ember egyetemes történelmében. És ez a kezdet pedig egy család fölén történik, zajlik Názáretben. Isten úgy döntött, hogy egy emberi családba születik, amelyet ő maga alkotott. Egy világvégi kis faluban alkotta meg ezt a családot, a római birodalomnak a szélén. Nem Rómában, nem egy nagy városban, hanem valóban egy szint láthatatlan végeken, sőt, nem csak, hogy láthatatlan, hanem azt is mondhatjuk, hogy sőt, rossz hírű végeken. Erről az evangéliumok is megemlékeznek, amikor azt mondják, szinte szólásként, hogy Názáretből jöhet valami jó. Talán a világ több helyén mi is így beszélünk, amikor azt halljuk, amikor halljuk valamelyik nagy városnak egy félreeső kerületének a nevét. De éppen onnan, annak a nagy birodalomnak, a római birodalomnak a széléről kezdődött el a legszentebb és legjobb történelem, Jézusnak a történelme az emberekkel. Jézus ott maradt ezen a periférikus területen 30 éven át. El se tudjuk képzelni, hogy Jézus ott töltött el, ott vesztegetett el 30 évet a szent családban. Lukács evangélista így foglalja össze ezt a időperiódust, Jézust pedig alávetette magát nekik, vagyis Máriának és Józsefnek, Mária pedig megőrizte szívében ezeket a dolgokat. Jézus pedig nőtt bölcsességben, korban és kegyelemben, Isten előtt és az emberek előtt. Nincs szó csodákról, gyógyításokról, nagy prédikációkról, hozzáfutó tömegekről. Názáretben minden a legnormálisabb, megszokott módon zajlott.
úgy, ahogyan egy istenfélő, dolgos derék izraelita családban. Ott élt Jézus Máriával, Józseffel, aki dolgozott asztalosként, ácsként, és mondhatnánk, hogy de hát atyám, hát eltékozoltott Jézus 30 évet a családon belül. De ez nem így van. A legnormálisabb, legszentebb, legjobb dolog az, hogyha családban élünk, és ez egyáltalán nem időpocsékolás. Nyilván meghatottan hallgatnánk, hogyha tudnánk valamit a serdülő Jézusról, ahogyan például részt vett a vallási közösségnek az alkalmai, ima alkalmain, vagy a társadalmi élet kötelességének eleget tett, hogyha tudnánk, hogy mint fiatal munkás hogyan dolgozott Józseffel, azután, ahogyan hallgatta a Szentírás felolvasását, a Zsoltárok imáját, és ahogyan részt vett a mindennapi élet szokásos dolgaiban. Az evangéliumok a maguk józanságában semmit nem mondanak el nekünk Jézus serdülő koráról, és ezt a feladatot, ami együttérző, empatikus elmékedésünkre bízzák. A képzőművészet, az irodalom, a zene végigjárta az elképzelésnek ezt az útját. Nyilván nem nehéz elképzelnünk, ahogyan az édesanyák tudnak tanulni abból, ahogy amilyen gyöngét szeretettel bánt Mária a fiával, vagy könnyű elképzelni, vagy elnünk azt is, ahogyan az apák József példájából tudnak tanulni, hiszen József egy igaz ember volt, aki az életét arra szánta, hogy ezzel a gyermekével és a feleségével, vagyis a családjával törődjön, védelmezze őket a legnehezebb helyzetekben is. Nem is szólva arról, hogy természetesen a fiatalok is bátorságot meríthetnek abból, ahogyan nézik a serdülő Jézust, hiszen megérthetik, mennyire szükséges az, hogy ők maguk is foglalkozzanak azzal, hogy mi az ő legmélyebb hivatásuk, és hogy ők is nagy dolgokról álmodjanak. Minden keresztény családnak, ahogyan Máriának és Józsefnek az a feladata, hogy befogadja Jézust, hogy hallgassa Jézust, beszélgessen vele, védelmezze, őrizze, és vele együtt növekedjen. És így fog jobbá válni a világ. Készítsünk helyet szívünkben és a napunkban az Úrnak. Így tettek Mária és József is, és ez nem volt könnyű. Milyen sok nehézségen kellett átmenniük. Viszont nem egy tettetett család, egy irreális család volt ez. A názáreti család igenis azon dolgozott, hogy felfedezze a család hivatását és küldetését. És ahogyan Názáretben az alatt a 30 év alatt történt, ugyanúgy történhet számunkra is. Vagyis megszokottá, normálissá válhat a szeretet, és nem a gyűlölet. Megszokottá válhat a kölcsönös segítségnyújtás, és nem a közömbösség vagy az ellenségeskedés. Nem véletlen tehát, hogy Názáret szó azt jelenti, hogy aki megvéd, aki őriz. Ahogyan Mária, ahogy mondja az evangélium, megőrizte szívében ezeket a dolgokat. Tehát mindannyiszor
Amikor egy család megőrzi ezt a misztériumot, még ha világ legszélén is, Isten fiának a misztériuma működik. Isten fia pedig azért jön, hogy üdvözítse a világot.